Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, hogy a kép is mutatja, a Ranger fájkezelővel fogunk foglalkozni. Hogy miért ezzel, azt nem nagyon részletezném. Én nem szeretném azt mondani, hogy ez jobb, gyorsabb, szebb vagy ügyesebb, mint bármelyik másik. Én ezt nagyon megkedveltem, jelenleg ezt használom. Úgy is tudjátok, szeretek sok mindent kipróbálni, és szeretek bemutatni sok olyat, ami nekem tetszik, és ti majd el tudjátok dönteni, hogy a Ranger-t, a VFM-et, NNN, vagy egyéb ilyen eszközt használtok, illetve, hát hogyha valakinek olyan kedve van, akkor természetesen grafikus felületű eszközöket is lehet használni. Azért érdemes terminálos, azaz egyszerű fájkezelőket használni, mert azok gyors billentyűkkel villámgyorsan navigálhatóak, irányíthatóak, és a műveleteket nagyon-nagyon gyorsan el tudjátok végezni, egér használat nélkül. Akinek ellenérzése van, és nem tetszik neki, és rossznak, helytelennek tartja ezeket a módokat, vagy egyáltalán úgy gondolja, hogy ön bizony kényelmetlennek érzi, akkor ne használja. Mindenki használja azt, amit ő megszokott. Azaz első körben fel kell menni a Ranger oldalára, és megnézni, hogy ő mit tud. Vagy a blogomba belenézni, és megnézni, hogy miért, és hát milyen okok mentén gondolom azt, hogy ezt érdemes használni, azaz miért tetszik nekem. Ha már megnéztétek a Ranger oldalát, nagyon szépen leírogatják azt, amit kell, akkor telepítitek minden, véleményem szerint minden disztribúció saját tárhelyén ott van, és tudjátok telepíteni a Ranger-t, telepítés után elindítjuk. Hozzá kell tennem, és későbbiekben úgyis ki fog derülni, hogy az alapbeállításokat én teljesen átírogattam, körülbelül két sor, tehát ennyi volt az átírogatás, de gyakorlatilag átírogattam, hogy úgy nézzen ki, és úgy működjön, kinézetügyileg, ahogy nekem tetszik, de az első természetesen micsoda, az alap natur beállítások megtekintése, hogy tudjuk, hogy egyáltalán miről is van szó. Indítsunk egy terminált, és beírjuk, hogy Ranger, Enter, és megjelenik. Hát látható, hogy egy kicsit nagyon másképp néz ki, mint a megszokott fájkezelők. Igazából ennek is megvan a logikája, ki is fogok erre térni. Azaz, mi ez? Három oszlopos. Nem három panelos, három oszlopos. Bár sokszor fogom panelnak hívni az oszlopokat, de ez helytelen. Azaz van egy, kettő és három darab oszlop, amire érdemes figyelni. Az első oszlop, ami számunkra a főkönyvtárat, az egyen felettünk lévő szülőkönyvtárat fogja mutatni, a középső oszlop azokat a navigálási lehetőségeket adja számunkra, hogy le, föl, ki és belépkedjünk a adott könyvtár szerkezetbe. Azaz a középső oszlop az, amiben mi mozogni fogunk, illetve a másik, a harmadik oszlop beléptetett, tehát az adatok könyvtárban nekem van 1, 2, 3, 4 alkönyvtárom. Ha ebbe belépek, akkor természetesen itt megjelennek a könyvtárak, illetve a fájlok. Ha egy kicsit lejjebb lépek, a másik könyvtár szerkezet fog megjelenni, illetve ez a harmadik panel, ami a legszélesebb jelenleg, ilyen előnézeti panelnak is meg fog felelni. Azaz, hogyha a középső oszlopba lépkedünk, könyvtárral lépünk, akkor a könyvtárnak a szerkezete fog megjelenni, ha egy fájlt jelenítetnénk meg ott, akkor a fájlra lépünk, és a harmadik oszlopba megjelenik a fájl előnézeti képe. Természetesen meg is tudjuk nyitni. Azaz, hát bizony az első körben ez igazán furcsa, és hát hogy is mondjam, ijesztőnek fog tűnni, de nem az. Higgyétek el nekem, nem az. Maga ez az elrendezés szerintem a világ leglogikusabb elgondolása hozzászokás után már nagyon kényelmesnek fog tűnni, és rá fogtok csodálkozni, hogy minek nekünk 2-3-4 panel, meg minek az intéző szerű, ide-oda húzkodós dolog, amikor ezzel villámgyorsan, logikusan és kényelmesen meg tudunk oldani mindent. Ha pedig mégiscsak azt érzitek, hogy na, Szent Isten, ilyen hülyeséggel foglalkozni teljesen időpocsékolás, és ez átláthatatlan, akkor egyértelműen használjatok más. Egy tucat olyan fájkezelő van, ami két panelos, a megszokott Norton Commander-szerű.
elrendezésbe, vagy rengeteg olyan intéző, Windows intézőszerű megoldáson, amit te jó szívvel tudsz használni, ha avval te hatékonyabban dolgozol. Nézzünk rá, hogy a navigálás hogyan működik ebben a panel szerkezetben. Az első gondolatom az, hogy a Rangernek a készítője nagyon humánus ember. Nagyon átlátta azt, hogy bár ő csinál egy billentyű kombinációkkal működő, illetve a VIM-nak megfelelő billentyű kombinációkkal működő eszközt, az nem azt jelenti, hogy egy kezdőnek ez a legideálisabb billentyű kiosztás, és csak így, és csak a VIM-nek a beosztása, kiosztása, a billentyű kiosztása szerint lehet dolgozni, mert hát a profik azt használják. Elkészítette azokat a plusz billentyű kombinációkat is, amiket megszoktunk mondjuk a Norton Commanderbe, vagy az MC-be, vagy egyéb fájkezelőbe, például az F8-as törlés, és nem DD, mind a VFM-ben a törlés. Ez is működik, és az is működik. És a navigálásnál tartottunk. A navigálás a HJKL gombbal történik, nézzük is meg, hogyha J gombot megnyomom, lefele léptet. Ha megnyomom a K gombot, felfele léptet. Ha megnyomom az L gombot, belépünk a könyvtárba, ami jelen pillanatban üres. Megnyomom a H gombot, egy szinttel följebb kerülünk, kiléptünk a könyvtárba. Azaz, hogyha ezt megszoktad, mondjuk VIM-mel dolgoztál sokat, vagy olyan fájkezelőt használtál, mint a mondjuk a VFM, ami ezzel a gomb kombinációval működik, az természetesen neked már kisújból menni fog. Én azt mondom, hogy ezt is, és a nyilacskás, a nyilakkal való mozgatást is legyetek szívesek kipróbálni. Természetesen, és azt használjátok, ami nagyon kényelmes számotokra. Mind a kettőt ki kell próbálni, tehát ezt a betűset is, a VFM-et, VIM-es ki hogyan kedveli, ki melyik oldalról jött, fájkezelő vagy a szerkesztő oldaláról jött. Ezt szereti, annak ez is kényelmes, de nézzétek meg nyilakkal, ahogy lehet látni, szépen működik. És most nézzük is meg, a tesztkönyvtárba belépvünk egy Enterrel, mert ezzel is be tudsz lépni, és lehet látni, hogy a felettes könyvtárszerkezet rögtön megjelent, tehát tudod, hol vagy a nagy képbe, itt van a saját belső elrendezése a könyvtárban. Ezek a fájlok vannak, és eltűnt a harmadik panel. A harmadik panel, hogyha fájlon állsz, tehát nem egy könyvtáron állsz, akkor fájl előnézeti képet fog adni, azaz jelen pillanatban nincs fájl előnézeti kép, majd azt be kell állítani, neked kell beállítani. Gyakorlatilag 2 másodperc alatt be lehet állítani, de alapbeállításban ez le van tiltva, hogy gyorsabban működjön a rendszer, de hogyha mondjuk egy konfigurációs fájlra lépsz, akkor már az előnézeti képet megkapod. Tehát egy kép megjelenítésére jelen pillanatban nincs lehetőség, ami be van állítva, illetve alapesetben be van állítva, természetesen az meg fog jelenni az előnézeti képe egy Enter lenyomásával, a beállított, előre beállított, gyárilag beállított képnézegető közül, mert több is be van állítva, hát ha a te gépeden nincs az, ami szerinte jó, sokat beállítottak, ezt a rendszert majd el fogom magyarázni. Lényeg az, hogy meg is tudod nyitni, megnézed, szerkeszteted, ha olyan a fáj, vagy egyéb ilyen funkciókat elláthatsz. Azaz összefoglalva, amit idáig tudunk, 3 oszlopos megoldás van, felettünk, alattunk, és ebbe tudunk navigálni. Gyakorlatilag logikus összeállítás, logikus, de én nem ezt használom. A navigálást is megismertük, a HJKL, VIM, VFM, NNM és egyéb ilyen eszközöknek a navigálási módja, és hát természetesen elkészítette, összekonfigurálta a srác, aki ezt készítette, a nyilas megoldásokat is, logikus megoldás, illetve természetesen a beléptetés Enter, előnézeti képet is kapsz egy Enterrel, látható egy képet megjelenítettem, gyakorlatilag bezárom, és utána megjelenítettek egy PDF-et is, bezárom, egy másik képet is megjelenítethetek. Ezt azért tettem el ezt a képet,
Mert kép és kép, és szeretem volna bemutatni, hogy képet is megjelenít, de gyakorlatilag azért tettem el, mert ez a Linux Links-nek az oldalán megtalálható statisztikai javaslat, hogy hát melyiket javasolja a terminálosok közül. Megnézhetjük, a MC-t javasolja azt, hogy a legnagyobb pontszámmal rendelkezőnek. Gyakorlatilag ez egyértelmű, ez a kétpanelos Norton Commander rendszerű, ez mindenhol működik. Aki Windowsról jött, akár Windows Commandert, bocsánat, most már Total Commandert, akár grafikus programot használt, akár melyiket, ez ismeri. Tehát kétpanelos rendszer, ez egyértelműen a legvezetőbb, legjobban ajánlott. Utána érdekes módon az NNN, már egyszer bemutattam egy cikkbe, nagyon-nagyon szuper kis rendszerű dolog, egyetlen egy problémája van, a képelőnézeti dolgokat nem sikerült nekem összehoznom, tehát gyakorlatilag azért nem azt használom, és utána a harmadik a Ranger. Nincs nagyon elmaradva, a Ranger a 9,2 pontos MC-től, 8,8 pontot adtak, utána az Ifion, ez is egy kellemes rendszer, de itt is a kép megjelenítetéssel, előnézeti képpel volt problémám, nem ezt használom, VFM. A VFM-et nem kell bemutatni, felmentek a Magyar Árcsos oldalra, illetve az ottani videócsatornára is megnézitek, hogyan működik. Múltkor én itt csináltam egy kis Agitprop tab bemutató kis videószerűséget, de ők 7,2 pontot adnak. Nem azt jelenti, hogy ez rossz, csak éppen ők így gondolják. A Ranger nagyon szépen fog működni. Azaz gyakorlatilag az alapbeállítást megnéztük, elismertük a három oszlopos, nem három panelos, három oszlopos megoldás, amin faragni fogunk, hogy úgy nézzen ki, és olyan legyen, ahogy nekem tetszik. Így is lehet használni, senki nem mondja azt, hogy ez a használati mód nem a legideálisabb, de én azt mondom, hogy nekem az arányok, az elosztás, illetve a kinézet nincs keret. Na hát ez rögtön nekem feltűnt, hogy az oszlopok között nincsen elválasztó, nincsen keret, persze helyet foglal meg egyéb, de nekem úgy nem tetszik, ezen fogunk változtatni. Na a lényeg az, hogy megismertük a három oszlopot és az alap navigálás. Első körben nézzük meg, hogy mi az, amit el szeretnék érni. Egy, legyen keret, legyen két oszlop. Miért kell két oszlop? Miért jó nekem? Nekem, ismétlem, a két oszlop. Azért, mert a harmadikra nincs szükség, mármint a legelsőre, ami a felettes könyvtár szerkezetet mutatja, hiszen hogyha én lépkedek, egyetlen egy billentyű kombináció lenyomásával, például a visszanyilacskával, vagy pedig a megfelelő betű lenyomásával, egy szinttel feljebb lépek, és látom a felettes szerkezetet. Azaz nekem itt van a navigálásos rész, itt pedig a másik rész. Lehet látni, hogy nagyobb lett. Illetve természetesen számomra nagyon fontos az, hogy megjelenjenek. Azonnal megjelenjenek a képek, tehát a kép előnézetet is szeretném beállítani, ne kelljen egyéb funkciókat ellátni, ne kelljen mindenfajta megnyitást csinálni, előnézeti panel működjön előnézeti panelként a képek tekintetében is, hiszen az előbb láthatóan annyi történt, hogyha egy képet meg akartam nézni, leentereztem, és akkor a kép nézegető eszköz megnyitotta. Most is megnyitja, ha arról van szó, tehát nincs semmi probléma ezzel, csak az előnézeti panel működjön funkció szerint, azaz előnézeti panelként működjön. Mi az első teendőnk? Az első teendőnk természetesen az, hogy felmegyünk a Ranger oldalára, nekem nincs elkönyvjelzőzve, de lényeg az, hogy Ranger Linux-szal meg tudod keresni azonnal. Szépen lelapozgatunk oda, ahova leírja azt, hogy ő neki mi kell, opcionális függőségek, az összes létező opcionális függőséget fel kell pakolni. Ennyi. Ez az első feladat, hogy amit ő elvár, külső program, amit meghív és képet megjelenít, meg egyéb, az legyen fent, mert különben nem fogja a képeket tudni rendesen, vagy egyéb dolgokat rendesen megjeleníteni. Ne akkor kapkodjál, amikor valami nem jelenik meg, hanem egyszerre mindent fel kell rakni, a tárolókba bent van a legnagyobb rész, és utána természetesen már működni fog minden beállítás után. Oké, a második lépés pedig az, hogy beszerezzük az összes konfigurációs fájlt.
a konfigurációs fájlokat ellépés után a .config saját könyvtárat, .config per Ranger alkönyvtárban fogod megtalálni. Jó pár darab lesz, 4-5, nem emlékszek rá pontosan, de megnézzük majd. Azokat fogjuk szerkeszteni, nem a rendszer szintűeket, hanem azokat, amelyekre neked ott helyben szükség van, a saját beállításaidat abba bele tud írni, nem kell ehhez majd sudójog, azaz beütöd a parancsorba az, hogy Ranger, kötőjel, kötőjel, copy, kötőjel, config, egyenlő, all, az összes menjen fel, és akkor minden ott lesz a te konfigurációs fájlaid között, és azokat fogod tudni szerkeszteni. Ez az első lépés. Fölraksz mindent, ami kell, úgyis a későbbiekben kiderül, hogy még mást is szeretnél fölrakosgatni, de az alapbeállításhoz, az alapértékekhez, az alap működéshez kell egy csomó minden külső program, hiszen ez egy fájlkezelő, amit Pythonba írtak, de nem írtak bele mindent, hogy ő jelenítesse meg a képet saját hatáskörbe, hanem hívjon meg másik programokat, természetesen így kisebb a Ranger, meg nyilvánvalóan így gondolta a készítő, a másik gondolat meg az, hogy a konfigurációs fájlokat beszerzed. Ezt a kettőt villámgyorsan meg lehet tenni, és utána már szépen fog működni beállítás után a te Rangered. Pár alapbeállítást meg fogunk most tenni. Miért? Hogy a beállítás után ugyanazt a képet, ugyanazt a funkció gazdagságot lásd, amit én beállítottam, és én úgy gondolom, hogy ez így jó. Ha te másképp gondolod, nyilvánvalóan te másképp állogathatod be. A beállításokat bármelyik szerkesztővel meg tudod tenni, tehát nem kell attól tartani, hogy itt csak a VIM-et lehet használni, és az szörnyű, nem szörnyű, csak az első körben idegen lehet az embereknek, mást is használhatsz, hiszen ez sima konfigurációs fájl. Ha már a Rangert használjuk, akkor a Rangerbe fogunk mászkálni, azzal fogunk navigálni. Okoz gondot a navigáció? Nem. Direkt kikapcsoltam azt, hogy itt megjelenítesse, hogy mit és hogyan ütögetek be, hiszen mi már tudjuk, hogy a nyilacskákkal, illetve a megfelelő 4 darab betű nyomkodásával el tudunk jutni oda, ahova szeretnénk. Hát természetesen, ops, nincsen meg, mi nincs meg? Hát azt mondták, hogy .config könyvtár, itt pedig aztán nincsen. Semmi gond, több úton módon elő tudod keresgélni a rejtett fájlokat. Én a legegyszerűbbel, hogy nem mindig csak a VIM kapcsolókat, meg 3 betűt beüt, aztán nagyon jó lesz. Felkiáltású dolgokat szeretném megmutatni, hanem hát mutassad meg azt, hogy humánus megoldások is vannak. Ctrl-H a legtöbb fájlkezelőbe, a Ctrl-H betűvel, Alt-H-val, itt a Ctrl-H-val lehet a hidden, a rejtett fájlokat előkeresni, hát megnyomod a Ctrl-t és a H-t, és elő is ugranak a rejtett könyvtárak, és a rejtett fájlok, benavigálunk, hova? Természetesen a config, benavigálunk, billentyű ütlegeléssel, halljátok, a Rangerbe, és meg is jelent 1, 2, 3, 4, 5 darab konfigurációs fájl. A konfigurációs fájlok között most a fő mindent beállító, nem mindent, de a főbb dolgokat beállító RC konfigba fogunk belépni, és ott fogunk majd mi ide-oda navigálni, és megnézzük, hogy mi az, ami beállítás véleményem szerint alapesetben érdemes megtenni. Nem nagy ügy, akármelyik szerkesztővel át tudod szerkeszteni. Ki fogjuk használni a betekintési módot, tehát az előnézeti módot azért, hogy így véletlenül is történhet meg az, hogy menet közben valaki itt nyúkál a billentyűknél, lapozgatunk, hát mivel ez billentyűvezérelt, jellemzően billentyűvezérelt dolog, itt lapozgatunk, ezt azt csinálgatunk, véletlenül beleírunk. Jó? Tehát az a legjobb. Itt mellékelten a betekintő ablakon fogom elmondani, amit látni kell. Első gondolat, amit lehet látni, hogy a betekintő ablak az nagyon szépen kiszínezi a megfelelő parancssal, amit már ők automatikusan összekészítettek, tehát ez nem az én beállításom. Szép színes kiállítású dolgot kapunk, tehát könnyebb olvasni.
Azt is látjuk, illetve hogyha lapozgatok leföl benne, biztos, hogy látjátok, hogy a szerkezete iszonyatosan kommentált, tehát annyi komment van benne, hogy elveszik majdnem, ez nem teljesen igaz, de valóban, hogyha belegondolod, hogy van 1, 2, 3, 4, 5 komment sor egy parancshoz, azért az nagyon jól kikommentált dolog, ugye? Elmagyaráz mindent, mindent megmutat, mindent leír. Itt a beállítás, ha elolvasod a leírást, és elolvasod a kommenteket, amit ők ide hozzátettek neked, akkor nem lesz vele gond. Meg természetesen, amihez nem értünk, nem nyúlunk hozzá. Oké, kezdjük az elején. Az első beállítást így hagyjuk. Ez a Miller-féle nézegetős rendszer, azaz a három oszlopos. Egyik oszlopban felettünk, másik a betekintő, középső oszlop az, ami bizony a mi navigációs oszlopunk. Oké, ezt hagyjuk. Ha valakinek éppen olyan kedve van, és nagyon szeret az MC vagy akármilyen Norton Commander klónnak a megjelenítését, akkor itt a set elé betesz egy hashtaget, és itt kiveszi, és akkor a multiplane beállítás lesz. Én azt mondom, nyilvánvalóan az én egyéni ízlésem és elgondolásom, hogy ez a Miller-féle, tehát ami a Rangernek az alapbeállítása, és az elején már beszéltünk róla, hogy melyik oszlop mit jelent, az nagyon jó, és azért használom, mert ilyen. Nyilvánvalóan, hogyha véletlenül valakinek más az elgondolása, megcserélő a hashtaget. Az, hogy kettő darab oszlop legyen, itt lehet beállítani a 3-4, ez úgy emlékszem, úgy van alapértelmezettségben, hogy 1 vesző, 3 vesző, 4, tehát egy rész legyen a felettes, tehát az első oszlop, 3 résznyi legyen a középső, és 4 résznyi legyen a betekintő rész. Gyakorlatilag itt szabályozott. Én az egyest kivettem előle, tehát megmaradt a 3-4, ez 3 rész, ez 4 résznyi megoszlás. Hogyha te felesbe szeretnéd, akkor beállítod 4-4-re, aztán gancegál, pont egyforma, középe lesz elválasztva. Nekem ez a megosztás vál be. Ha pedig szeretnéd alapértelmezettségbe 3 oszlopba hagyni, akkor ehhez nem nyúlsz. Oké, a következő dolog, amit állítasz, nem állítasz, egyéni dolog, de én azt mondom, hogy ez az, ami nagyon nagy előnye a konfigurálható, jól konfigurálható dolgoknak, például a Rangernek. Van egy beállítás, például, hogy megjelenjen indításkor, vagy alapértelmezettségben ne jelenjenek meg a rejtett fájlok. Látható volt az előbb, hogy nálam nem jelenik meg, falsra van állítva. Szuper! Oké. De mi van akkor, hogyha én menet közben szeretném? Nyilvánvalóan ideírták megint ezt a humánus, emberbarát beállítású dolgot szeretném mondani, amit a srác, aki ezt készítette, azt végigvisz. Akár a leíráson, akár a működésen, akár a konfigurációs fájlokon, akár bármi egyéb, például a Redditen a segítségével, bizony mondjuk ki azt őszintén, hogy emberbarát, ide leírja, hogy ZH-val lehet váltani menet közben. Oké, mi az előbb a Ctrl-H-val váltottunk, de leírja, hogy ZH-val lehet váltani. Tehát nem vagyunk hozzá kötve az, hogy van egy konfigurációs fájlunk, beállítunk valamit, és az kőbe van vésve, és újra be kell állítani, ha másképp akarjuk, hanem nagyon-nagyon sok mindent röptébe menet közben meg tudunk változtatni. És itt szeretnék bemutatni egy érdekes dolgot, ami megint mutatja azt, hogy olyan készítette, aki odafigyel arra, hogy vannak kezdők, vannak olyan emberek, akiknek nem az az életcéljük, hogy 100 darab billentyű kombinációt megtanuljanak, hát körülbelül 100 darab van, és akkor ez az életcéljük, hogy azt kijegyzeteljék, hanem egy kis sugószerűséget beépített automatikusan a rendszerbe, ugyanúgy, mint a VFM-be is bent van. Ott a másik panelba dobja ki a sugot időnként, amikor kell. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és nem igaz az, hogy a terminálos dolgok csak a szuperokosaknak, a koszkafejűeknek, meg a gyikoknak való, hanem mindenkinek való, mert olyan programokat csinálnak, hogy segítsenek neked. Azaz, nézzük is meg, ZH-val elő lehet csalogatni, illetve el lehet rejteni a rejtett fájlokat.
ezt nem fogjuk megcsinálni, csak a Z betűt fogom lenyomni. Z, Z, és mit láttatok? Előugrott egy sugó. Itt leírja, hogy a Z után, ha F-et nyomsz meg, ez történik, ha a Z után még egy Z-t, akkor ez történik, hogyha Z után I betűt, kép előnézetet ki és bekapcsolod. Nagyon-nagyon jó dolog. Nézzünk is meg egy másikat. Az O betűt lenyomom, a szortírozáshoz tartozik az O betű, a szortírozási lehetőségeknek a második betűt fogja ő ide beírni, tehát hogyha beütöd az O-t és az B-t, akkor a név szerint fogja szortírozni, ha az O-t és a nagy B-t, akkor az ellenkező irányba fogja szortírozni. Sugó van, nem kell megvárni, hogy O és előugrik és megkeresed, vagy Z és előugrik megkeresed, ha gyorsan beírod, akkor nem ugrik be elő ez a panel, tehát attól nem kell tartani, hogy állandóan, ha gyorsan gépeled a parancsokat, léptetéseket, kivágásokat, beillesztéseket, akkor állandóan az orrod a látója. Ha egymás után megkapja a két betűt, három betűt, ami be van állítva, akkor természetesen nem fog itt pofátlankodni, ha elég gyorsan gépeled, de hogyha érzi azt, hogy bizonytalan vagy, segíteni fog. Szuper, igaz? Szuper, be tudod állítani, és még meg is mondja neked, hogy ha hát váltani akarsz menet közben, akkor hát ezekkel tudsz váltani. Nagyon kényelmes. A következő beállítás, amire figyelni kell, képek előnézete, ezt állíts true-ra, ha képeket is szeretnél előnézeti panelba megkapni. Tehát a true, ez az első, ez nagyon fontos, majd utána a kép megjelenítési metódust kellett kiválasztani. Hétféle megjelenítési módszer van, ide beírod a módszer nevét. A V3M az akkor működik, hogyha a V3M csomag fent van. Ez mindegyikre igaz, és érdemes végigpróbálkozni az összes beállítási lehetőséggel, mert nálam például a V3M az szuperül működik. A Kitty, nyilván, hogyha a Kitty terminál emulátor nincs fent, akkor nem fog működni, tehát fel kell tenni hozzávaló programot, na lényeg, az is szépen működik. Nagyon szépen működik, de az Übercug, ami egyébként a VFM-nek az alapbeállítású képnézegető, kép image megjelenítő, előnézeti kép készítője, az meg nem óhajt nála működni, utálja a fejemet, valami beállítási problémája van, teljesen mindegy, szóval végig kell próbálkozni, megnézni, hogy melyik tetszik neked, ha többféle is működik, általában működni szokott, kiválasztod azt, aminek a megjelenítése olyan, ami neked megfelel. Azaz ezt a beállítást is meg kell tenni, ahhoz, hogy képelőnézeted legyen. Nem egy nagy dolog, de amíg az ember nem tudja, odáig keresgélheti a dolgokat. Itt tudod a color schémát, tehát a színösszeállítást állítani, összességében van neked három darabod, meg az alapértelmezet. Ennél fontosabb beállítási dolog a keretrajzolás, amit itt fogsz kapni, tehát itt eldöntöd, hogy a szeparátor az elválasztásnál körbe, vagy mindenhol, vagy sehol ne legyen ez a keret. Nyilván látható nálam a boot, azaz az összes helyen legyen keret. Nekem nem tetszik, ha úgy összefolynak a dolgok, nem folynak össze, de itt azért lehet látni, hogy elég kicsikek is rész van a két oszlop között, és bizony azért így egy kicsit korrektebben, szebben fog kinézni. Ízlés dolga? Én ezt szeretem beállítani, és jól néz ki. Az egér kibekapcsolása, egér funkciók kibekapcsolása itt megtörténhet. Érdemes átgondolni, hogy kikapcsolod, érdemes meghagyni. Ezt te fogod eldönteni. Én kikapcsoltam egy ideig, hogy gyakoroljam a billentyű, csak a billentyűkről való vezérlést, utána visszakapcsoltam például most is, ebbe a pillanatban, hogy az egert mozgatom. Látjátok, az egér görgővel lapozok le fölfele, mert ez így kényelmesebb, pihen a kezem, és nem a billentyűt kell nyomkodni. A következő beállítás egy kicsit már összetettebb, de nagyon egyszerű. Felmész a honlapjukra, megkeresed azt, ahol azt tárgyalják, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy ne kelljen azt a metódust folytatni, hogy szerkeszted konfigurációs fájlt, lemented a konfigurációs fájlt, leállítod a rangert, újraindítod a rangert, jó? Hanem ez röptébe menjen, tehát megnyitod a konfigurációs fájlt egy billentyű kombinációval, itt lehet látni, hogy X,
nagy X-el történik ez, és megnyitja a konfigurációs fájlt a Vim, de te átírhatod bármely egyéb szerkesztőre, szerkeszted, lemented, és ő automatikusan érvényesíti. Te nem kell újraindítani a Ranger-t, ezt érdemes megtenni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez a megoldás, amit fogsz és kimásolsz, beillesztesz, és lemented, újraindítod a Ranger-t, és utána működik, ez már egy kicsit átvezet bennünket abba a kategóriába, hogy haladók vagyunk. Egy file kezelő, egy file manager annyit tud, amennyit a programozó készített. Gyakorlatilag a saját ízlésének megfelelően elkészítette, de azért előfordulhat, hogy saját parancsok is kellenének, amiket te használ. És szeretnéd, hogyha nem kellene terminálból indítani valamit, akkor itt meg tudod oldani. Beírod, hogy map, egyértelmű, és adsz egy billentyű kombinációt neki, nyilván olyat, ami még nem foglalt, odaírod a shell-t, hogy a shell, tehát a shell futtatási dolgot megmagyarázod, hogy ez most nem belső parancs, hanem egy shell, egy akármilyen shell parancs, és beírod a parancsot, mind ahogy a shell-nek, azaz a terminálnak a parancsorába beírod, hogy xclip it, akármi, ami ott működik, itt is nagyon nagy eséllyel működni fog. Azaz, ez a parancs, ami annyit tesz, hogy a vágólapra másolt képet beilleszti abba a könyvtárba, amiben vagyunk, avatar.png néven, kényelmes kép, másolás, internetről kivágsz egy képet, és nem letöltöd és átmásolt, hanem rögtön vágólapról beilleszted az adott könyvtárba, szóval ilyen kis kellemesség. Na, lényeg az, hogy ehhez nem kell indítani egy shell-t, azaz egy terminált, vagy nem kell ide alulra begépelgetni a shell parancsot, ezt az egészet, hanem annyit teszel, hogy beütöd, hogy BK, és utána egyértelműen ezt lefuttatja és elvégzi a dolgát. Nagyon jó külső megoldásokat is tudsz így definiálni, és ehhez valóban nem kell semmi programozói ismeret, hiszen az eddig terminálba, parancsorba használt dolgokat be tudod ide illeszteni mindenfajta Python, egyéb ismeret, nyelvi ismeret nélkül. No hát egyelőre ennyi, beállítottuk a rendszerünket, és utána majd egy kis használatot is fogunk venni, de ez már a következő rész zenéje lesz. Azt szerettem volna bemutatni számotokra, hogy nem harap a Ranger, nem harap a VFM. A VFM-et meg tudjátok nézni a Magyarás videó csatornáján. Xeon CPU pár videót, azt hiszem kettőt is készített, elmagyarázza mit, hol, hogyan és hogyan működik. Na, a lényeg az, hogy nem harapnak, használhatóvá lehet őket tenni, alapesetben használhatóak, szépé is lehet tenni, tehát nem egy fapados valami, ami ócska is rondán néz ki, hanem szépen működik, szépen működik. A különböző funkciók használata, tehát hogyan használjuk ténylegesen a navigáláson kívül, az a következő rész témája lesz, mert így is elég hosszúra nyúlt, de ezeket az alapbeállításokat szerintem érdemes volt megtenni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!